Zajlanak a munkálatok a Szekszárdi Béla király téren. Június 3-án pénteken ugyanis kezdetét veszi a 4 napos pünkösdi hal és vadünnep. A Tolnai megyeszékhelyen 2019 óta nem volt nagy rendezvény, azonban mint minden fesztivál, ez is bizonyos korlátozásokkal jár. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójának elmondása szerint hónapokon át tartó egyeztetés előzi meg egy ilyen nagy volumenű program sorozat biztonsági tervének összeállítását. Nagyon sok szakhatósági egyeztetés, katasztrófavédelem, rendőrség, kormányhivatal különböző szakhatóságainak a véleményét, illetve az előírásainak a betartását kell egy biztonsági terve összefoglalni, és ennek egy igen fontos fajsúlyos része, hogy a fesztivál területét biztonságos módon lehessen megközelíteni, illetve ami még fontosabb, hogy az ott tartózkodás is biztonsággal legyen. Ez sajnos elsősorban az autósok számára kellemetlenséget jelent. Lezárásra kerül június 7-éig a Zeneiskola és az Arany János utca közötti szakasz, és a Szent István tér, Vosinszky-Mór megyei múzeum, illetve a Garai János gimnázium közötti terület. Továbbá az August Imre utca, a Szekszárdi járásbíróság és a Kiskorzó téri kereszteződésig tartó szakasz. A Széchenyi utcában pedig félpályás utcára számíthatnak az autósok, és teljes lezárásra a Várköz-Szentgári Gyula utca között, illetve a Bezerédi utca tömbelső parkolójának bejáratáig zsák utca lesz. A Béla király tér egy nagyon szép rendezvényhelyszín, ugye a belváros hangulata, főleg az esti órákban, ez nagyon nagy élményt tud adni mindenkinek. Úgyhogy annyit tudunk mi tenni a szervezők nevében, hogy kérjük a lakosság türelmét és a megértését, és próbáljuk meg ezeket a korlátozásokat úgy elviselni, hogy ez egy néhány napig szól, viszont olyan sokat ad ez a városnak és az ide látogató vendégeknek, hogy talán megéri egy picikét megérteni ezeket a problémákat is. A forgalom elől elzárt területeken a gyalogosok szabadon közlekedhetnek, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek is áthaladhatnak.